Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban Transformers, Teeny Turbo Changers, Ratchet, azaz Racsni kerül bemutatásra. Nos, amint láthatjátok, Racsni itt nem az ő klasszikus fehér és piros színeiben jelenik meg, bár a piros megjelenik az ő kengurúrácsán az elején, ugyanis Racsni ezen formájában egy off-road mentő jármű, nem mentő autó, mert hát ennél egy fokkal bombszerűbb itt is, és a filmekben is, és jelen módjában csupán az elején lévő kengurúrács az egyetlen olyan részlet, ami valóban festett a figurán, a többit a kopásból látható jelekből meg lehet mondani, hogy nem a gyárban, hanem utólag én tettem rá méghozzá el nem ítélhető módon egy közönséges alkoholos fésztollal, ugyanis rendkívül irritálónak találtam, hogy sem a kerekei, sem a szélvédője nem volt festett. Ennek ellenére maga a kis jármű egész jól részletezett, tehát maguk a részletek megvannak, csupán a festék hiányzik róla, amit jelenleg csak ilyen kezdetleges módon tudtam pótolni, de esetleg az is előfordulhat, hogy ezt pótolni fogom. Nos, ennyit a festésről és a részletekről. Racsni jelenlegi méreteiben így viszonyul kedvenc LEGO emberkénkhez, és magasságát tekintve pedig len egy picivel nagyobb, mint az átlagos Teeny Turbo Changerek. Hogy valójában mekkora, azt a mérőmanó megmondja, ugyanis Racsni körülbelül egy 5 cm-es határvonal mentén húzódik, és ez a mérete egy pöppet megváltozik az átalakítás során, amihez most fogunk érkezni. Nos, az átalakítás nem áll másból, mint sem, hogy megfogjuk itt a kezeit, és megforgatjuk, és mielőtt még kihagyanám a fejét, megemlítem, hogy picit előre döntve a fejét, egy ismerős videójáték karakter tekinthet vissza ránk, ugyanis aki játszott már a Bioshock nevű játékból, fölismerheti benne a minibosszokat, azaz a Big Daddy-k jellegzetes vonásait, az a nagy kezek, tömzsitest és a rácsozott fej. De amennyiben a rácsozott fejet lejjebb nyomjuk, előbukkan Racsni kicsi, törpe, sárga rinnye feje. És igen, amennyiben Racsni egy sárga rinnye lenne, akkor ő pont ilyen lenne. De mivel nem az, ezért maradjunk annál, hogy egy aranyos kis robotfejjel van dolgunk, ami úgy maga a fej résznél hasonlít is valamennyire az ő filmes inkarnációjához, bár egy kicsivel több ezüst talán javítana ezen a kis öntvényen is. Nos, Racsni mint ilyen, jelenlegi módjában csupán kezeit tudja föl és körbe mozgatni, lábai teljesen tömörek, illetve a feje is hátulról olyan, amilyen, és méreteit tekintve, kicsikét még ugyan homályos, de hamar fény derül rá, hogy Racsni egy kicsivel nagyobb, mint LEGO emberkénk, ezáltal ő az egyik legnagyobb Teeny Turbo Changer, és ezen legnagyobb méretében Racsni teljes hossza 4,5-6,7 cm, ami ugyan nem nagy, de a Teeny Turbo Changer kategóriát tekintve nagyobb, és teljes hossza pedig szintúgy 4,5, azaz Racsni teljes testmérete megfelel egy kis négyzetnek itt az én asztalom hálózatán. Nos, tulajdonképpen ennyi említése méltó van az Autobotok földi mentőbotjáról ezen szérián belül. Nos, remélem tetszett a videó, amennyiben igen, kérlek, dobj egy lájkot, amennyiben hozzászólásod lenne, azt kérlek, itted meg, és amennyiben tetszett a videó, kérlek, iratkozz föl, ha kíváncsi vagy másokra.
Még egyszer köszönöm, hogy megnézted, és a továbbiakban is a legjobbat kívánom nektek. Sziasztok!